A népszámlálásra a háború befejezése és a nyomozati cselekmények lezárása után kerül sor Ukrajnában. Többek között a halott, illetve eltűnt emberek számának pontosítása és felkutatása céljából, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az orosz katonák eltüntetik a nyomokat, hiszen ismerik a mobil krematóriumok példáját, amelyeket az oroszok hoztak magukkal és elégették az emberek holtestét. Ilyen esetekben nehéz lesz a nyomozás, senki sem tudja pontosan hány ember halt meg. Ezért lesz előbb vizsgálat, aztán pedig népszámlálás. Meg kell találnunk ezeket az embereket, mondta el az ukrán elnök. Mint ismeretes a háború előtt az ukrajnai népszámlálást 2023 elején valószínűleg februárban tervezték megtartani. 2021. novemberének végén együttműködési megállapodást írt alá Ukrajna és az Apple, amely a népszámlálás szervezését lett volna hivatott segíteni. Legutóbb 2001-ben tartottak népszámlálást Ukrajnában. Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, amelyeket az emberóra képlet szerint kell megvalósítani, jelentette ki a lengyel sajtónak nyilatkozva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Pontosan tudom, hogy biztonsági garanciákra van szükségünk. Pontosan tudom, mire van szükségünk, és pontosan azt akarjuk kérni, amire szükségünk van, nem pedig azt, amit a NATO nyújtani tud, jelezte az elnök hangsúlyozta, a biztonsági garanciákban két nagyon fontos tényező van, az emberek és a határidők. Bármilyen cinikusan hangozzék, egy bizonyos számú ember megmentésének képessége a határidők a fegyverek számától függ. A vér és a vesztességek szempontjából ezek emberórák, mondta Zelenszky. Az államfő ugyanakkor megjegyezte, nem kell nagy számban összegyűjteni azokat az országokat, amelyeknek garantálniuk kellene valamit. Szerinte az országok képviselői nem tehetik meg, hogy tíz napig döntenek, négy hétig és további 8 hétig elemeznek. Egyszerűen a saját tapasztalatainkból beszélünk, amelyel sok ország egyetért. Azt mondjuk emberórák. Biztonsági garanciákra van szükségünk, nevezetesen az emberórákra, hangsúlyozta Zelenski. Az elnök ezzel magyarázta az ukrán U24 kezdeményezés munkacímét is, melynek keretében a kezes országok az első 24 órán belül döntést kell, hogy hozzanak, ebben a döntésben pedig le kell fektetni, hogy a következő nap mit kell megkapnia az adott országnak. Olga Stefanyisina, európai és euróatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök helyettes bejelentette, hogy május első hetében Ukrajna átadja az Európai Unió tagjelölti kérdőív második részét is az illetékeseknek. A tisztviselő megjegyezte, hogy a kérdőív korábban már kitöltött és átadott első felével kapcsolatban az EU-nak nem volt semmi kivetni valója. Az európai kollégákkal átbeszéltük a kérdőív minden technikai részletét. Azon dokumentumokat, amelyeket ettik átadtuk, az EU már megvizsgálta. Nem voltak további kérdéseik, és viszonylag magas értékelést kapott a munkánk, emelte ki Stefani Sina. Hozzátette, hogy ami a politikai kritériumok, a demokrácia intézménye és az emberi jogok kérdéskörét illeti, ezeket már lezárták. A jövő hét folyamán az államiságunk könyvét készülünk átadni az Európai Uniónak. Reméljük, hogy az a nap, május 9-e meghatározó és sorsfordító lesz az EU-s tagállamok állásfoglalása tekintetében, akik ezen a napon fogják elmondani Európa jövőjével kapcsolatos víziójukat, nyilatkozta a miniszterelnök helyettes az egyik ukrán országos csatornának. Kiemelte, szerinte fontos, hogy Európa jövőképe olyan legyen, amit nem lehet elképzelni Ukrajna nélkül. A kérdésre, hogy mikor számíthat Ukrajna a tagjelölt státusz megszerzésére, Stefani Sina elmondta, hogy az erre vonatkozó döntést már júniusban meghozhatják. A Géniusz Jótékonysági Alapítványnál nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal tehetségek felkarolására és pallérozására. Évről évre a nyári időszakban több lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, ahol helyet kapnak a tantárgyi tehetségtáborok, mint például az Abakusz Matematika Tábor, a Jankovics Mária nevét viselő alkotótábor, vagy akár a sportszakkörök is. Az idei kiírásban rekordszámú, 12 különböző tematikájú ifjúsági táborba várják a jelentkezőket a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány nagyon igyekszik megvalósítani a nyári táborait is. Már felkértük a szakembereket és meghirdettünk valamennyi tábor lehetőséget, melyekre a jelentkezés május 31-én jár le. Többek között lehet jelentkezni Vers táborra, Jankovics Mária alkotótáborra, táborra, Népzene és Néptánc táborra, ami két különböző helyszínen fog megvalósulni. Egyrészt egy lesz egy nagy Dobronyban, egy pedig Beregszászon itt remélhetőleg ezen a bázison. De, de továbbra is vannak sporttáboraink, három különböző, egy lesz Tisza Péter falván, egy nagy Dobronyban, egy remélhetőleg ezen a bázison. Tehát 12 különböző táborral készülünk a gyermekek számára, természetesen továbbra is lesz színjátszó táborunk, gitártáborunk, és a felnőttebbeknek, vagy hát a főiskolai hallgatóknak szakmai pedagógiai tábor, és lesz egy új is, ami nagyon Izgalmas lesz ez az informatika-robotika tábor, erre is várjuk a gyerekek jelentkezését, tehát május 31-éig, mert szeretném jelezni, hogy van olyan tábor, amelyben már háromszoros a túljelentkezés, például egy Jankovics Mária alkotó táborba, ahol 30 hely van, már 77 jelentkező van, tehát valószínűleg le fogjuk zárni a jelentkezési lehetőségeket egy-egy tábor kapcsán, amelyik meg fog telni, hiszen mindenkit szeretettel várunk, de azért 200 emberrel nem tudunk egyszerre tábort megvalósítani. A szakembereknek pedig ezúton is köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben is vállalták azt, hogy megvalósítják számunkra ezeket a táborokat, és a gyermekeknek pedig nem csak tanulási lehetőséget biztosítunk ezzel, hanem kikapcsolódási lehetőséget, csapatépítést, közösségépítést, hogy végre a kiszakított közösségből a gyermekek újra barátokra találhassanak és átélhessék a gyermekkorukat. A táborok mellett nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód, valamint a sport népszerűsítésére is. Idén is szerveznek darugó, illetve kézilabda tornákat is mi nagyon tervezzük, hogy ezeket is megtartjuk. Természetesen valószínűleg nem lesz nemzetközi minőségű, de várjuk a gyermekek jelentkezését ezekre is, május 31-éig, és tervezzük, hogy megtartjuk a Buzánszki Jenő labdarúgó kupát és a Zubkó József nemzetközi nélkül, tehát kézilabda emléktornát. A szervezők május 31-éig várják a jelentkezőket. Pontos információkat a Génius Jótékonysági Alapítvány honlapján találnak az érdeklődők.